Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Mai vendégem Horváth Viktor író. Szervusz Viktor. Szervusz Gergő, üdvözlöm a nézőket. Idén te nyerted el az Európai Unió Irodalmi Díját, pécsiként, magyar íróként. Nem csak én nyertem, ezt 12-en kaptuk. Igen, igen, igen. Hogy te voltál a magyar részről a nyertes. Gyerekkorod óta szeretsz írni? Hogy kezdjük az elején, mindjárt. Igen, én 10 éves koromban már írtam ezt, azt, amelyek nem maradtak fenn, de mást is csináltam, épp úgy festettem, vagy... Tehát mindenféle gondolkodtam. Uh-huh. Valószínűleg az érdekelt, hogy így a mai fogalomkészletemmel megfogalmazva az érdekelt, hogy a személyiségünk kivetülései hogyan kelnek önálló életre. Talán ez egy lehetséges definíciója uh-huh. mindenféle műalkotásoknak. Tehát nem volt az konkrétan, hogy te írtál, hanem a művészetek. Igen, én azt hiszem így volt. És aztán mégis miért került előtérbe az irodalom, vagy mitől lettél te író? Hát talán így alakult az életem. Nem tud, nehéz visszapörgetni. Foglalkoztam mozgóképekkel is, tehát csináltam videót. Uh-huh. Ami el is jutott egy nemzetközi fesztiválra, a Szigetváron akkor még működött a Retina Fesztivál, és ott nem nyert semmilyen díjat. Meg tanítottam mérőelméletet is átmenetileg. Szóval nem kellett okvetlenül ennek lennie, valószínűleg sok egymást erősítő hatás miatt így alakult. Ide jártál Pécsre egyetemre is, nem? Igen, bocs, közben eszembe jutott. Lehet, hogy az eszközigény miatt. Aha. Tehát ezt tényleg nem kell semmi. Abban az időben még számítógép sem volt, akkor a legtöbb dolgot kézzel írtam, aztán később álltam át a szövegszerkesztőre. Tehát ez lehetséges, hogy uh-huh. lehetséges egy lehetséges ok, illetve ezt lehet leginkább egyedül csinálni, talán. Uh-huh. Na nem csak ez, de ez olyan, amit egyedül lehet csinálni. Uh-huh. A 80-as évek elején közepén jártál itt Pécsen, ha jól számolom, valamikor akkor voltál egyetemista. Milyen szakra jártál? Magyar szak? Vagy? Először akkor jártam, amikor még nem egyetem volt, hanem már képzőfőiskola, igen. Akkor magyar népművelés szakra jártam, és később csináltam meg a kiegészítő szakot. Ez irodalom nyelvészet, azt hiszem, ma is így hívják. És aztán te tanítottál gimnáziumokban, ugye? Igen, és akkor amellett már írtál? Igen, amellett újságíró voltam leginkább. Egy sajtóügynökségen keresztül dolgoztam országos napilapoknak, meg média lapoknak is. Igen, de mellette már volt ilyesmi, és úgy emlékszem, 94-ben publikáltam az első versfordítást. A szintén pécsi Szép literatúrai ajándék című egyetemen szerkesztett folyóiratba. És utána kért fel az egyetem, hogy te óraadóként taníts az egyetemen? Az 2000 körül volt, igen. 2000 körül volt. Hát, hogy a felkérés volt-e, vagy én erőszakoltam rájuk magam, ez nehezen eldönthető. Hát örültek neki valószínűleg, mert tehát egy lukat töltöttem be, egy hiány területet, ez a vers struktúrák története, forma történet. És a mai napig is fordítasz? Vagy foglalkozol te műfordításokkal? Mm-hmm. Igen, verset fordítok leginkább. Ha mai nyelvekből, akkor angolból és spanyolból, ha meg középkori, koraújkori nyelvekből, akkor segítség kell. Koraújkornál már nem. Középkori nyelveknél segítségkel, tehát ezt általában egy team munkában csináltuk. Uh-huh. Főleg akkor, amikor egy-egy kötetre álltunk össze, egy-egy ilyen középkoros vers antológiára, akkor voltak közöttünk olyanok, akik egy-egy területnek a nyelvtörténeti szakértői voltak, és ők adtak nyers fordításokat, illetve legtaláltuk is egymást, tehát tényleg team munka volt. Térjünk rá a szóban forgó díjazott regényről. Ez a Török tükör című regény. Ezt mikor kezdted elírni? Hány éves munka volt ez? 2007
nyara őszetáján kezdtem el a kutatást, talán már előbb, és egy jó egy év volt, de főállásban. Akkor a regény ötlete benned megszületett, akkor már tudtad, hogy hova akarod kivinni az egészet, hogy miről fog szólni, vagy a kutatások azok befolyásolták ezt, hogy rájöttél, vagy megismerted, hogy akkor milyen volt az élet, és befolyásolták a regény kimenetelét. Igen, ez kölcsönhatásban mozog. De azért jó, ha előre tudja az ember, mit akar, és ha ez közben változik, akkor hagyni kell, akkor örülni kell neki, hogy talán csak magától megmozdult, már önálló akarata van a szövegnek, élőlény, és akkor az jó. De kell tudni előre valamit. Hát a végét is kell tudni előre. Illetve nem tudom, hogy ki hogy csinálja. Lehet, hogy vannak szerzők, akiknél máshogyan működik, illetve nyilván attól is függ, hogy milyen típusú szöveget csinálunk, vagy milyen típusú szöveg hagyja magát csinálni. Nekem kellett egy történet, ami jól magára tudja venni a kutatási anyagot, illetve hát egyik sem elsődleges, tehát tényleg nem elsődleges sem a történet, sem a kutatási anyag, hanem egymást veszik magukra, tehát kölcsönhatásban működik, de akkor is kellett hozzá valamilyen ív, aminek van eleje, közepe és vége, hogy ezt a klasszikus sablont használjam. Kicsit bemutatnád a regényt, hogy a nézőknek, hogy nagyjából miről szól? A hódoltság elején, tehát az 1540-es években játszódik. A főhős egy kamasz, egy kölyök, aki elárvul, és a birodalom fővárosából, Isztambulból kerül a frissen meghódított területek tartományba. Ezek tulajdonképpen peremterületei voltak akkor a birodalomnak. Nem igen lehetett tudni azt sem, hogy hol volt a határ. Talán nem is volt határ, hiszen tudjuk azt, hogy egy igen vastag, igen széles sáv a hódoltság és a, úgymond, az eredeti területek között kétfelé is adózott, illetve a meghódított területeken fenntartották az intézményrendszert a magyarok, hát illetve a magyar királyság, úgy az egyházi intézményrendszert, mint az állami, tehát a vármegyei intézményrendszert. Ez azt jelenti, hogy hiába volt Pécs török kézen, azért kinevezték a főispánokat, alispánokat, az egyéb funkciókat, és azért kinevezték a püspököt is, csak éppen Zágrában lakott, de ez végig megvolt a 150 év alatt. Tehát ezen az elmosódó, kicsit zavaros, kaotikusan rendezett vagy rendezetlen viszonyok között élő új tartományba csöppen a főhősünk, aki ugyanakkor a katonai arisztokrácia tagja, hiszen az alkormányzónak, aki egyébként történeti személy, tehát tényleg létezett az a személy, az alkormányzó, az a Sanjak Bég, aki egyik hőse a szövegnek, tehát ő a nevelőapja a főhősnek. Ami még érdekes szokott lenni az olvasó számára az, és számomra is rendkívül érdekes volt az, hogy egyes szám első személyű beszélünk, ez az oszmán fiatalember. Tehát mi vagyunk ők, mi vagyunk a másik, mi vagyunk az ellenség. Azaz én már nem is annyira ellenség, ha mi vagyunk. Ez egy ilyen érdekes. A számomra legalábbis rettenetesen érdekes volt ez a helyzet, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok a másik. Hogyan leszek iszlám vallású, hogyan veszem magamra ezt az egész kultúrát, illetve akkor már nem is kell magamra venni, ha már magamra vettem, mert akkor már én vagyok ő, akkor már inkább az probléma, vagy érdekesség, vagy játék, hogy hogyan veszem magamra azt, ami az én eredeti kultúrám, hogyha van egy általán nekem eredeti kultúrám, hiszen az a 400 évvel ezelőtti helyzet, az egyáltalán nem biztos, hogy a mai kultúrám. Sőt, biztos, hogy nem. Ez így jó, vagy beszélni? De, jó. Tehát akkor egy ilyen érdekes együttélésről szól az egész. Igen, erről is. Talán azért választottam ezt a kezdeti
stádiumot, a 40-es éveket, 1540-es éveket, mert ekkor volt a legnagyobb a diverzitás, a sokféleség. Az első ijegység után visszajöttek ugyanis a magyarok, meg nem csak a magyarok, a városban a városi élet nem a magyarokról szólt. Ebben a korban a magyarok a falvakban éltek, a földtúrók voltak a magyarok, a parasztok, a jobbányok. Ők az agráriumban működtek, a magyar arisztokrácia szintén vidéken élt a váraiban. A városi nép az német volt, illetve az olaszok a kereskedelem révén, meg az ipar révén, meg az ügyvivőik, a lerakataiknak az ügyvivői révén. Olaszok, spanyolok, mindenféle nyugat-európai, meg balkáni zsidó és örménykereskedők, mindenféle balkáni, a balkáni elemek már az oszmán hódítással jöttek, bolgárok, albánok, a szerbek, görögök is nagyon sokan, meg mindenféle oszmán területekről áramlottak be délről, hozták magukkal a saját írásukat, vallásukat, kultúrájukat. Ugyanakkor áramlottak a Habsburg kapcsolatok révén, úgymond idézőjelben az uniós csapatok, meg uniós hivatalnokok, az olasz és a spanyol katonaság. Eleve volt egy hagyománya annak az utolsó magyar Jagelló király révén, hogy a cseh, lengyel és a birodalmi zsoldosok itt jártak az országban. És abban a korban ez valahogy mind együtt élt, keveredett surlódásokkal, kiegyezésekkel, egymásra hatásokkal, együtt mozgott, és valami hallatlanul izgalmas, ilyen patchwork, vagy puzzle-szerű képet rajzol elénk, olyan, mint egy ilyen hatalmas, tényleg, mint egy színes, gyönyörű tarkalony szőnyeg. Akkor végül is ez egy mai regény, nem? Vagy hát ma is így élünk. Vagy jelenteti azt, nem? Igen. Igen, minden regény mai regény, illetve persze akármelyik korról írunk, mindenképpen átszűrődik a szerzőn a saját maga kora. Az biztos, hogy benne van, akár akarja a szerző, akár nem, vagy akár tud róla a szerző, akár nem tud róla. Mindenképpen átszűrődik rajta, egyrészt a saját személyisége, másrészt az a kor, amiben ő létezik. Mindazonáltal volt egy olyan ambícióm, hogy minél többet levegyek ebből az optikából. Abból az optikából, ami az én tanult részem. Ami a neveltetésem, a tanulmányaim, egész eddigi életem során rám került, amelyen átnézek mindenfélét, amire ránézek. Ez komoly munka volt, ezt levenni, mert például nagyon sokan a történelmi regényeken nőttünk fel, és az a tradíció, amelyben a mi történelmi, a mi gyerekkori történelmi regényeink megszülettek. Ez a tradíció megkövetelte azt, hogy ilyen nagyon erős optikákat használjunk. Mert például amelyben a legtöbb történelmi regényünk született, ez a 19. század vége, századforduló, ez egy olyan romantikus nemzeteszményt hordozott magán, ami megkövetelte azt, hogy legyenek jók és rosszak, és a jók azok mi vagyunk. Igen. A rosszak meg, akik meghódítanak bennünket. De ezt nem értették volna Borne Vissza Gergelyék, meg Dobó Istvánék. Mert akkor nem így éreztek, és nem így gondolkodtak, tehát Gárdonyi Géza, vagy Fekete István, vagy Nyedi József, meg a többi történelemregényíró a maguk korának az előírásait, elvárásait vetítették vissza annak a régi kornak a hőseire. Amit azok nyilván nem értettek volna. Mert akkor nem létezett olyan gondolkodás, mint amit elvártak tőlük ezek a szerzők. Tehát ugyanakkor mi ezt megkaptuk, mert azokon a szerzőkön, Gárdonyaikon nőttük fel. Szóval ezt valahogy el kellett engedni. És ennek a munkának egy jó eszköze volt az, hogy olvastam a rengeteg forrást, hogy olvastam a török történetírókat, a korabeli tisztviselők, főurak levelezéseit, a
Koránt, ugye a világképhez, a vallásos gondolkodáshoz, az ezer egy éjszakát, a középkori iszlám, illetve középkori arab gondolkodás, meg érzésvilághoz, olvastam a deftereket, ezek a török mindenféle birtokjegyzékek, hagyatéki leltárak, vámilleték, kimutatások és bérleti nyilvántartások. Ez egy hatalmas és nagyon érdekes anyag volt, amiből rengeteg mindent meg lehetett tudni, az adminisztrációs gépezet, a hivatalnok gépezet működéséről, meg a tárgyi világról. Hogy kinek milyen volt, milyen tárgy, mennyibe került egy tehát mik voltak az adók, hogy működött az adórendszer, a bérleti rendszer. Na, hogyha ezen mind nem tudom felsorolni, tehát ez egy rettenetesen érdekes világ volt, egy örvény, ami beszippantja az ember. Mire mindezeken átesünk, addigra kialakul valami, ami nem valami ellenében van, meg nem valamin át, hanem ami talán így önmagából épül föl, a megmaradt forrásokon keresztül épül fel bennünk valami. Tovább menve a török tükrön, ugye nemrég jelent meg idén, ha jól tudom, egy újabb regényed, ez már egy utopisztikus regény, Kis Recs címmel. A Kis Recs. A Kis Recs. Elnézést. Ez ugye múltból most egy nagyobb ugrás, ugye egy jövőképet rajzol elénk. A Kis Recs konkrétan miről szól? Nem mondom el. Legyék meg a nézők. És olvassák el. Nem, ez egy bunkóság lenne. Igen, hogy... de hát jó most. Amiről szólt, nem mondom el. Hát értelmezni már nem vagyok hajlandó, és a történetet sem mesélem el, ez a kritikusok dolga, meg hát az elmesélés meg a nézőknek. Yeah. Az elmesélők meg a nézőké, hogy olvassák, mesélik maguknak. Hát valahogy tudok róla beszélni, de hát így a miről szólás az problematikus lenne. Persze, elmondani. De egy mondatban. Hogy ugye ez egy kevesebb információ, hogy utopisztikus. Igen, utópia. Tehát az utópia tradícióját vállalja fel, ami elindult úgy Platontól a középkori és korajukori utópiákon át, a 20. századi utópia, illetve negatív utópia regényeken át. Tehát egy vágyott vagy egy rettegett társadalom, ugye ez az utópia. Hát, hogy a szerzőnk megpróbálja megkonstruálni a számára ideálisnak tartott társadalmat, illetve a szerző megkonstruál egy borzalmas jövőképet. Ugye ennek az ideáltípus, ami beugrik, az Orwell 1984 című regénye, de hát sok van ebből is, a disztópiából. Igen, tehát felvállalatlan illeszkedik az utópia műfajába. Illetve az utópiák is hordoznak science fiction mozzanatokat, hiszen meg kell csinálniuk a tárgyi világot is, azt pedig ezt csinálja. Ezzel gondolkodtam, hogy akkor melyik inkább, a sci-fit inkább a technológia érdekli, az utópiát inkább a társadalom. Amellett, hogy mind a kettő megvan benne, azt hiszem engem inkább a társadalom érdekel. Tehát egy olyan működést próbál ez a regény felépíteni, vagy modellezni, vagy leírni, ami a jelenből kiindulva próbál megkonstruálni egy társadalomképet. Modellezni egy olyan társadalomképet, ami a jelenkori információk alapján élhetőnek, vagy működőképesnek tűnhet. Ugye most másfél éve Pesten éltél, és azt mondtad még így a beszélgetésünk előtt, hogy szeretnél visszaköltözni Pécsre. Miért? Mert pécsi vagyok, és mert jobb itt. Mozogni is kell néha, szóval alkalmazkodni kell nem tudom pontosan, hogy mihez, de alkalmazkodni kell. Akkor úgy tűnt, amikor elmentem tavaly szeptemberben, hogy
hogy ott kérelem egy darabig, és éreztem is az előnyeit. Hasznos volt sok szempontból, de közben észrevettem azt, hogy mi miatt nem. Tehát, hogy mire nem jó. Tehát rájöttem, hogy mire jó húzamosabban élni Budapesten, és hogy mi miatt jó Pécsen élni inkább. Ja, tehát úgy tűnik, hogy most megint szívesen visszajönnék elmélyüléshez és nyugalomhoz, Pécs jobb. A pörgéshez és a praktikus ügyek intézéséhez jobb Budapest, esetleg kisebb dolgokat lehet ott jól megírni, amelyek kevesebb egybefüggő időt igényelnek. És most egy nagy dologra készülsz. Hogy hát itt jobb az ízlet. Igen. Hát jobb az élet, itt ezt szoktam meg, ezek a gyökereim. Pécsen akkorák a méretek, emberibek a méretek, könnyebb kitörni belőle, könnyebb kijutni az erdőbe, hegyre. Ez fontos a feltöltődéshez és mozgáshoz, élethez. Pécs jobb. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy meghívtatok. És gazdag feltöltődésekben, gazdag, boldog új évet kívánok neked is, és a nézőknek is 2013-ra. Viszontlátásra!